Visszaszerzed akkor a lábadat. Szerda délután az Etosz SF férfi kézilabda csapatának néhány játékosa ismét ellátogatott Győr egyik iskolájába, hogy találkozzon a klub utánpótlásában játszó ifjoncokkal. Ez alkalommal az Arany János általános iskolába érkeztek Rosta Miklós fiai, hogy az U10-es és az U13-as ifjú labdazsonglőrökkel játszanak egy jó ízűt. Néhányan még az edzés előtt, néhányan utána, de mindenki begyűjtötte a hőnál hitott autogramokat is. Edzés látogatáson vagyunk a csapattal, hiszen ilyen utánpótlás edzésekre ilyen heti szinten jár a csapat. Általában 5-6 ember mindig eljön egy ilyen edzésre. A közös játék nem csak a gyerekeknek nagy élmény, hanem Gubóék is élvezik, hogy ezen a különleges edzésen lefárasztják őket a kicsik. Tulajdonképpen egész jó érzés. Én is edző vagyok, ugyanígy 10 éves korosztályos edző a Gárdonyi iskolában. Jó látni őket is, hogy milyen szépen fejlődnek edzésre edzésre, így természetesen más iskolákban is jó érzés lejárni, hogy látni azt, hogy a győri fiatalok milyen szépen fejlődnek. A szerda délutáni alkalom már a negyedik volt a SESE edzés látogatásai közül, és ez a jövőben is folytatódik, így még sokszor találkozhatnak a fiatalok a példaképeikkel.